hogy, hogy az ügyvéd kollégájával együtt képviselje a felet. Akkor mondja meg, hogy ki volt az, aki parancsot adott el. Jó. Na, legyen szíves. Rendben, már is küldöm az urat, jó? Jó. Köszönjük. Olyan nincsen, hogy egy ügyvédet nem engednek be egy másik ügyvédhez, hogy egy perbeli képviseletet megkonzultáljon. Ez lehetetlenség. De olyan sincsen egy jogállamban, hogy a készenléti rendőrség állja el a kúriának az útját, és oda nem engednek be, bemenni olyan civileket, akiknek egyébként ügyintézési feladataik vannak a kúrián. Várjuk meg, hogy mi lesz. Jön? Nem, uram, továbbra is írásban tudja megtenni a policemen. Nem tudok bemenni, mert 10 perc múlva kezdődik a tárgyalás. Akkor szóljanak, legyen szíves a Szepesházi Péternek, hogy jöjjön ki. Be van még kapcsolva Péter? De én be tudok menni, úgyhogy kihívom. Akkor hív, kérjétek. Nem tudom beengedni, hölgyem, sajnos. Fél tízkor. A listán nincs rajta, nem tudom beengedni. Hogy ne lennék rajta? Fél tízkor. Van a hölgy? Persze, hogy rajta vagyok. Stregova Erzsébet. A tízes tárgyalásra van rögtön. A 9 órásra pedig be lehet menni. 9 órásra nem keresek. Segítetek bármiben? Igen. Kicsit lejjebb, hogy lássam. Oké. Igen? Parancsolja. Szeretnénk bemenni az ügyvéd úr. A kollégámhoz szeretnék bemenni a 9-es tárgyaláshoz. Marczingós László, aki Szepesházi Péter ügyvéd vár benne. Eljárom ügyvédként? Én a konzulense vagyok ezekben az Európai Uniós jogi dolgokban. Tehát akkor nem eljárom ügyvédként? Azt gondolom, hogy önnek bármilyen rendfokozata van, nincs a joga megítélni, hogy eljáró ügyvéd vagyok, vagy nem. Mert hogyha a kollégám azt mondja, hogy ő ad nekem egy helyettesítési meghatalmazást, vagy megbízást, akkor eljáró ügyvéd vagyok. És ön ezt a jogát kollégámnak nem korlátozhatja. Adott önnek? Hát bent van, én meg itt kint vagyok. De gondolom, hogy akkor hívja ki. De gondolom, adott volna neki. Ne gondoljon maga semmit. Legyen szíves. Ön kicsoda? Elmondtam. Jó, juhászt... én bemutatkozok. Marczingós László győde. Ön ki? Juhásztam, más rendőrhajszerűs. Igen, és a melyik egységtől? Készenléti rendőrség. Igen. A polgári perrendtartás melyik paragrafusa alapján korlátozza az ügyvédi jogaimat és, a korlá... és az ügyvéd kollégámnak a jogait? De ki mondta, hogy én korlát? Én nem korlát. Azt mondja, hogy nem beszéltek a kollégámmal. De ez ki? Én nem mondtam ilyet. Hát akkor hadd beszéljek vele. Hát hívja fel telefonon. Én nem tudom, hogy neki a kollégája. Abba az épületben Szepesházi Péter. Én nem tudom, hogy neki. Nem tudom, hogy nem ismerem a Szepesházi Péter. Hát akkor szóljanak neki, hogy itt várok és nem engednek be. Jó, a kollégám akkor mindjárt szól. Hogy néz ki? Hogyan ismerik meg? 2. számú tárgyalóteremben van. 9 órától van tárgyalás, ahova be kellene mennünk. Azt hiszem, szóljon, hogy azért ez eléggé. Szóljon neki, hogy az úr valaki várja itt kint, hogyha... Nem valaki, Marczingós László. Marczingós László hívja, várja idekint. Ha regisztráltak, akkor bemehet. Nem regisztráltak? Nem kellett regisztrálni a 9 órás tárgyalásra. A 10 órás tárgyalásra meg én vagyok az ügyvéd, és nem kell regisztrálnom. Természetesen. Egyébként itt van. Örömmel látlak holnap reggel 9-kor. Nem, most egy Facebook üzenetet, vagy nem Messenger üzenet. Akkor meg hívja ki. És akkor azt szeretném megkérdezni, a kollégáim miért mondták, hogy nem hívják ki? De mindjárt kihívják. És most hány óra van? Így gyötrődünk már egyed órája? Én most jöttem 9 órakor kezdődik a tárgyalás. De értse meg, hogy ön nem szempont egy polgári perben. Nem, de nem is vagyok szempont. Nyilvánvalóan. Akkor jó van, akkor mindenki akkor a helyén kezelje ezt a történetet. Én egy ügyvéd vagyok, maga meg egy rendőr. Így van. Jó. Ebben nincs vita. Akkor nagyszerű. Ez egy... A 9 órás tárgyaláson nem kell regisztrálni. Nem kell. A kúria... Hallgatóságként be lehet menni. A 10 órás tárgyalásra azért mondtuk az embereknek, hogy regisztráljanak, mert túl sokan jelentkeztek. Kértünk egy nagyobb termet, az egyes számú az a díszterem, oda több ember, akár 100 ember is betérnek. A kúria nem adta meg ezt a lehetőséget az embereknek ehhez a nyilvános tárgyaláshoz. A 9 óráshoz pedig nem kell regisztrálni. Megértettem önt is, a kúria elnöke. Meghatározta, hogy csak és kizárólag regisztrációval. Igen. Regisztrálóhoz köt. A 9 órás tárgyalástól nem, a 10 órásra igen. És ráadásul nem a kúria elnöke volt, mert nekem itt van a levelezés. Tehát a kúria elnöke nem határozott meg sem korlátozást, sem a nyilvánosság kizárását. A kúria elnök helyettesétől van hivatalos levelem, és ez a hivatalos levél az cáfolja, amit ön mond. Legyen szíves, akkor mutassa meg, hogy a kúria elnöke mióta ad önnek parancsot. Nekem nem. Akkor ki adta önnek a parancsot? Nekem nem ad parancsot. Nekem az osztás rendőrség kapitány is az én szervezet. És ki adta konkrétan azt a parancsot, hogy én nem beszéltek a kollégámmal? Mert hogy a kúria vezetése nem korlátozta ügyvédi jogaimat, az tuti biztos.
De ön olyanokat mond, ami nyilvánvalóan nem így van. De, nyilvánvalóan úgy van. Nyilvánvalóan úgy van, hogy a kúria elnök helyettese válaszolt. És nem korlátozzák a kúriára töltő bejövetelemet. Sőt, a kúria elnök helyettese semmilyen korlátozást nem adott ki. Egyedül az a kettes számú tanácsnak a tanácselnöke volt, aki 18 főbe korlátozta a tárgyaláson történő részvételt. A felelősség az övé. A kúria vezetése önnek sem kérés nem adott, sem parancsot nem adott. Az URFK vezetője. Bemehetek veled konzultálni, hogy megbeszéljük? Én azt szeretném, hogy igen. Hogy az esetleg helyettesítési megbízás adott esetben, vagy nem, ezt bent kell nekünk kell közölteni. Igen, közokiratba tudok. Nem az alezredes úrral kell megtárgyalni. Igen, közokiratba a tárgyalás elején kérek helyettesítési meghatalmazást, és azt gondolom, akkor ez így megfelel. És most legyen szíves, mondja el, hogy két ügyvédnek a kapcsolatát, a hatékony jogvédelemhez fűződő jogot ön egy rendőrarezidensként milyen elgondolás alapján korlátozza? Miért kell neki kijönnie, én miért nem mehetek be? Ez a jogállamisági vizsgálatnak melyik paragrafusához tartozik? Ki adta önnek a parancsot, hogy nem engedhet be? A kamerában legyen szíves, mondja el, hogy ki adta önnek a parancsot. Én tisztelem önt, megtisztelem önt annyira, hogy nem szólok bele abba, amit ön mond. Tegyen meg, legyen szíves, hogy végighallgatja azt, amit mondok. Legyen szíves. Anélkül a kúria elnök helyettes azt mondja, tájékozott arról, hogy elrendelte a kúria elnöke, hogy mai napon csak regisztrációhoz kötötten lehet tárgyalást látogatni. Kérem megmutatni azt a papírt. Most mondtam el. Szóval tájékoztatást? Nem. Uram, figyeljen rám, hogy mondom. Igen. Tájékoztatott arról, hogy a kúria elnöke elrendelte, miszerint a mai napon kizárólag regisztrációval látogatható a bírósági tárgyalás. És önt a kúria elnöke vagy elnök helyettese szóba utasítja? Az előbb mondta azt, én nagyon figyeltem és megértettem, hogy az URFK-nak a vezetője fog önnek parancsot adni. Ezek szerint a kúria elnöke fölülír mindent? De egyébként be kell mennünk, mert dolgunk van, tehát erre nem érünk rá kint. Én azt gondolom, hogy mivel jogunk van arra, hogy én az első egy percben a tárgyaláson azt mondjam, hogy helyettesítést adok közokiratba, tárgyalási jegyzőkönyvbe az ügyvéd úrnak, az ügyfelemmel persze ezt egyeztetve. Ezért ezt a jogot nem lehet azzal elvonni, hogy közben kim van az ügyvéd úr, ezért nem adhatok én neki. Tehát most jelenleg nincs az ügyvéd úrnak meghatalmazása, igaz? Szándékaink szerint van, csak az eljuttatás, a formája, az a szóbeli. Meghatalmazása nem is lesz. Tehát helyettesítés lesz. Mihelyt lesz, akkor legyen szíves szóljon, akkor a bíró úrnak megkérdezzük, mihelyt lesz, be fogjuk engedni a ügyvéd úr. Rendben, de azért ügyvéd úrhoz csatlakozom, hogy akkor a kúria elnöke nem járta meg előbb az ORFK-t, hanem önt közvetlenül utasítja, mint egy teljesen más szerv, mint az ön munkahelye. Úgy akkor szabad utasítani? Orbán Viktor ide telefonál, az ugyanolyan lenne? Tehát akkor elmondom újra, igen, hogy a kúria elnök helyettes asszonya tájékoztatott, és tájékoztatott, hogy a kúria elnöke elrendelte. Tehát nem a rendőrségre vonatkozóan. De nem érti, hogy nem tárgyalás látogatom? De az, hogyha harmadszorra elmondja azt, lehet, hogy ez való, hogy önnek a kúria elnök helyettese ad valami tájékoztatás, ön pedig igazodási kényszere van, annak ellenére, hogy nem fordul meg a fejébe, hogy ez törvénytelen. Mert nem adhat magának, mint rendőrarezidensnek semmifajta felkérés, utasítást, parancsot a kúriának, sem az elnöke, sem az elnök helyettese. Ha nem vette volna észre, kollégám elmondta, hogy nem tárgyalás látogatni megyek be, hanem a munkánkat végezzük. Ön pedig ellene feszül ennek a történetnek, és ezt megakadályozza. De hogyha tovább akadályozza, akkor a tárgyalásra se fogják tudni kezdeni. Én nem akadályozom a tárgyalást. Hát dehogy nem, akkor bemegyünk. Hát az ügyvédő bemehet, ön eljáró, bemehet. Ön viszont nem. Jó, én azt gondolom, hogy hasonló szégyen lesz a magyar bíróságnak, a magyar jogállamnak, hogy ki fogok ide jönni, és kérem ügyvéd úr, fogadja el közokiratban a meghatalmazásom. Ebben az országban akkor ez így működik. Akkor én értem, de azért magánemberként ön is szégyelli ezt, ugye? Hogy ez így csak működik. Egyikőjük legyen. És ha itt tartanánk meg a tárgyalást, azt is lehetne, igen. Akkor tisztelettel fogok jönni. Nyilvános lenne a tárgyalás. Köszönöm szépen a megértést. Nem értjük meg. Nem értjük maga, egy diktatúrát szolgál ki.
a hatalomnak az az embere, aki egyébként súbba dobja a demokráciát és a jogállamiságnak az alapelveit is. Remélem, majd ez is majd szóba kerül az Európai Unió Bizottságánál. A kötelezettség szegése jelenti, hogy a kúriának az elnöke hogyan utasítgat a lezredeseket arra, hogy kit engedjenek be ügyvédként és kit nem. Elmondtam. Újra csak ugyanazt tudom elmondani. Igen, felfogtuk, hogy jön egy törvénytelen utasítást, úgy hajt végre, aminek semmilyen jogalapja nincsen. De alapjogokat korlátoz. Ez az ön vélemény. Nem, ez nem a véleményem, hanem ez a jog. És tudja, az a baj, hogy nem lehet a jogot véleményére edukálni, még akkor is, hogyha valaki adott esetben alezredes. Önnek ez a véleménye? Nem, nekem ez nem ez a véleményem, ez a jog, és ne tartsa vissza, vagy tiszteled a véleményemet, hanem tartsa be a jogszabályokat, ami önre vonatkozik. És hogyha belefeszülünk ebbe a kérdésbe, hogy a rendőrségi törvény melyik paragrafusa alapján ad önnek utasítást a kúria elnöke? Ezt elmondtam. Nem mondta el. Nem mondta el. Elmondom újra. Jó. Hogy nem adott utasítást, sem parancsot, vagy... Akkor ön szívességet tesz a kúria elnökének? Hadd fejezzem be, legyen kedves, tisztelj meg annyival, ha beszélt... Ezt hagyjuk, ezt a tiszteletet, ön az ügyvédi működésemet korlátozó jelen pillanatban. Ez nem tisztelet kérdése, hanem a jognak a tiszteletben tartása. Annyi kérdésem volt, hogyha ön a parancsnoka ennek a szervezetnek, akkor milyen jogszabály alapján korlátozza az ügyvédi működésemet? Csak hogy haladjon sorban. Igen. Szerintem az tisztelet kérdés, hogy meghallgatjuk a másik embert, mikor beszél. Nem szólok közben, látja ön is. Ez lehet, hogy szerintem... rendőrtiszi főiskolán így működik, egy jogállamban nem így működik, hogy egy rendőr egy ügyvédet kezdje kioktatni a tiszteletről. A tisztelet ott kezdődik, hogy nem állja útját egy ügyvédnek egy rendőr. Ilyen egy európai tagállamban ilyen nem elképzelhető. Eszébe se jut senki, egy ilyen parancsot tisztelettel megtagadnak. Maga végrehajtja. Ez az ön vélemény. Nem, ez nem az én véleményem, hanem ez ténykérdés, mert itt áll előttem. De azt nem tudja megmondani se az én kérdésemre, se Szepesházi Péter kollégám kérdésére, hogy ki adott önnek parancsot. Azt mondja, senki. Azt mondja, hogy kapott egy tájékoztatást. Tájékoztatás alapján ön automatikusan az állami hatalommal megakadályozza a tisztességes és fair eljárásoknak a lefolytatását, azért, hogy beengedjenek egy ügyvédet? Hát dehogy nem, már nem enged be. Köszönöm. Majd akkor, most egyenlően nem mehet be. Most miért nem mehetek be? Még mindig ott tartunk, akkor elmondom újra. Mondja el újra. Hogy regisztrációhoz kötött a tárgyalás látogatás. De én nem vagyok látogató. Egyenlően látogató, miért nem tudom semmit. Az a PP melyik paragrafus alapján dönti el, hogy én látogató vagyok ügyvédként, vagy a munkámat végzem? Ha önnek van meghatalmazása, nyugodtan. Ön jogosult az én ügyvédi meghatalmazásomat megtekinteni? Mindenesetre ahhoz, hogy látogasson egy termet? Ne, a kérdésre válaszol. Az ügyvédi meghatalmazás az rám legyenek tartozik. Legyenek egy álljanak kicsit félre, mert a ki- és belépők, hadd tudjanak bemenni és kilépni. Melyik az a kilépő és belépő, akit én akadályozok? Hogy most tudjanak, legalább a lehetőséget adja meg, hogyha valaki be akarna menni, akkor be tudjon menni. A lehetőséget magának kéne megadnia, hogy bemenjek. Szóval az én ügyvédi meghatalmazásomat, vagy a kollégámnak az ügyvédi meghatalmazását, azt ön hogyan fogja az ügyvédi titoktartás figyelembevételével megvizsgálni? El fogja semmi kérni az ügyvédi titoktartás körébe tartozó meghatalmazásokat? Semmi közöm nincs hozzá. Csupán kapok egy tájékoztatást arról. Tájékoztatást az milyen alapon hogy kell végrehajtani egy rajzolás? Tájékoztatást arról, parancsoljon. Ezért mondom, hogy legyen a kedves, akkor... Hát bement, vagy szépen bement. Jó, köszönöm szépen. Itt jobbak a fényviszonyok. Szóval, tájékoztatást? Nem akarnak bemenni, vagy be akar, nem tudom. Mikor kezdődik a tárgyalás? 10-kor. Akkor ahhoz fél órával előtte kezdődik a belépetés, akkor fél tisztel lehet. Csak arra kérem, hogy hasonló, mint ahogy most is állnak, hogy ne állják a be. Köszönöm. Szóval akkor ezt a tájékoztatást, ez milyen jogszabály alapján kell végrehajtani a tájékoztatást? Hogy ön tájékoztatom? Nem. Az, hogy ön tájékoztatja a kúria elnök helyettese valamiről, és ön tájékoztatást hajt végre? Ez a legújabb, hogy tájékoztatást? Jogszabályok nem kellenek hozzá, igaz? Mi alapján bírálja el azt, hogy ezt a parancsot önnek, vagy tájékoztatást teljesítenie kell, vagy nem? Mi az anyagi jog, ami alapján ön megítéli, hogy ez törvénybe ütköző egy ilyen kérés, vagy nem? Tehát akkor menjünk sorba. Én csak ugyanazt tudom elmondani. Megkapunk egy tájékoztatást, hogy maga a kúria, mint szervezet, hogyan működik. Tehát melyik tárgyalás mikor kezdődik, mikor lesz a belépetés, ki az, aki regisztrált, ki az, aki nem, ki az, aki eljáró félként jön be, ki az, aki... És azt beengedjük.
Ön viszont nem regisztrált. Nem eljáró ügyvédként van jelen. Még a bíró, még az ügyvéd úr nem érkezett ki. Bíró nem szólt, hogy önt akkor mégiscsak engedjük be. Azt várjuk pedig, én is azért várom, hogy, hogy nyugodtan be tudjon menni. De szóval még nem azért a kérdése meg. Nem válaszolt. A tájékoztatási rendőrség mi alapján hajt végre? A tájékoztatási rendőrséget miért köti bármibe is? De miért köt? Azért, mert köt. Azt mondja, hogy köti. Mert végrehajtja. Mi maga? Van egy személyis létesítménybiztonsági intézkedés az épületre vonatkozóan. Igen. Ez arra vonatkozik, hogy ki az, aki beléphet, és milyen szabályok alapján léphet be. Nem, alapvetőleg ez az intézkedés sor, ez valóban biztonsági intézkedés. Az, hogy én ügyvédként bemegyek egy tárgyalásra, és a kollégámmal együtt dolgozok ez ügyön, az nem biztonsági kérdés. A diktatúrákban, a legaljasabb diktatúrákban biztonsági kérdés, hogy egy ügyvéd egyébként ellátja a feladatát. Vannak erre ilyen eszmegállapodások egyébként. Az se érdekli önt, hogy, hogy vannak magasabb szintű jogi normák, mint a kúria elnök helyettesének a tájékoztatása? Vagy mi lesz, hogyha a kúria elnök helyettese azt mondja önnek, hogy dobjon ki, akkor ki dob? Mert akkor félve fogok bemenni. Mert akkor nem merek megszólalni a tárgyaláson, mert ha valakinek nem tetszik, akkor lehet, hogy akkor bevisznek a venyigébe. Nézd, hogy akkor beléphet-e a rendelkezete erről a bíró, vagy nem, mert akkor beléphet az ügyvéd úr. Ha nem, akkor viszont nem. A kollégáim megnézik. Ez csak azért nagyon jó, mert egyébként 9 órától menne az a tárgyalás, odafigyelve mindenki végezhetné a munkáját. De ön ezt akadályozza. Hát dehogy nem, mert más se csinálnak bent a tárgyaláson. Önnek ez a véleménye? Nem, ez nekem nem a véleményem. Én nem vélemények alapján élem ügyvédként az életemet, hanem jogszabályi környezetben. Önnek minden az, ami jog, azt lehúzza a vélemény szintjére, és véleménye mindenkinek lehet, bármekkor a baromság. Önnek van véleménye? Nem, nekem nem véleményem van. Én elmondtam, hogy mi az alkalmazandó jog, és megkérdezem önt, hogy a jogból melyik szakasz választja ki az eljárásához. De egyelőre nem jutottunk annál több, hogy tovább, hogy megkérte a kúria elnök helyettese, hogy tartóztassa fel az ügyvédet is. Nem. Nem kérte meg, hogy engem feltartóztasson? Nem. De akkor bemehetek. Hát, szerintem még az ön nevét sem ejtett egy a száján. Nem is, szerintem is tudja, hogy itt van. Akkor miért nem mehetek be a munkámat végezni? Nem önre. Konkrétan hozott bármiféle. Akkor miért nem mehetek be a munkámat végezni kollégámmal? Elmondta önnek a kollégám, hogy egy mi... Generális szabály hozott, aminek teljesen természetesen joga van. Generális szabály... Igen, a mai napra vonatkozóan arra vonatkozóan, hogy csak regisztrációval kötötten látogatható a tárgyalás. De nem vette észre, amit mondott önnek a kollégám, hogy nem regisztrációs hallgató akarok lenni? Most még jelenleg az. És ön ezt alezvezetésként hogyan ítélje meg a polgári perrendtartás és az ügyvédi törvény alapján, hogy én ki vagyok? Most jelenleg tudja igazolni, hogy ön eljáró ügyvédként van jelen? Önnek kell igazolnom egy ügyvédi megbízást, ami ügyvédi titoktartás alá tartozik? Ön nem szerepelt azok között a lista között, a névsor között, igen? Le a megadtak tájékoztatásként, uh-huh. Hát akkor ezek szerint csak... Ez bent a kúrián, ez egy ilyen meghívásos buli? Természetesen. Kérem, engedje, hogy veled is